Sziasztok, szép estét mindenkinek! Egy különleges teszttel készültem ma, megígértem akkor nektek, amikor nálam volt ez a most sötétben annyira nem látható, de Made in China fekete autó, hogy megmutatom, hogy mivel más az új fényszóró. Akkor csak első benyomásokról tudtam nektek mesélni, amikor az M4-esen hallottam, hogy szerintem jobb lett a fényszóró, de most meg fogom nektek mutatni, hogy ténylegesen mi változott, mi a különbség a két autó között. A Model 3 performance-om még a régi fényszórókkal, még a másik oldalon az EV Parttól erre az estére kölcsönkért Made in China kínai változat, egyébként pedig már az új amerikai változatok is ezt a fényszórót tartalmazzák. Ám ez volt az első autó, ami Magyarországra került, és ez az új fényszórót tartalmazta, úgyhogy most be fogom nektek mutatni részletesen, hogy mi a különbség a kettő között, és ahogy azt megszokhattátok a csatornámon, arról is fogok szót ejteni, hogy a Tesla miért így lépte ezt meg, és napláne milyen jövőbeni dolgokat tartalmazhat ez a lámpa. Mert a Tesla, ahogy megszokhattuk, erre a problémára, ami egyébként teljesen jogosan kritizált, hogy nem megfelelő a lámpa különösen egy ilyen értékű autóhoz képest, egy sajátos választ adott. Részletek később, hát most szeretném megmutatni a két autót felváltva, hogy milyen képet mutat, illetve természetesen nem az a fontos, hogy engem lássatok, hanem mögöttem a falat. Sajnos csak ezt a klinkertéglás falat találtam meg, kijárási tilalom van, ám most senki nem tiltja, hogy itt az udvarban álljak, és megmutassam nektek ezt a két autót, úgyhogy vágjunk is bele a tesztbe. Remélem nem veszitek zokon, hogy beültem ebbe az autóba, de azért kint már kezd erősen hűvös lenni, de itt viszont kellemesen meleg van, az ülésfűtés dolgozik alattam, így nyugodtan elmesélhetem, hogy mit is gondolok erről a fényszóróról. Mert ahogy a Teslánál ezt én már megszoktam, de sokan mindig meglepődnek, megint máshogy oldottak meg egy problémát, és megint máshogy közelítették meg a dolgokat. Miközben itt mesélek, majd be fogom vágni nektek vágóképeken, hogy a két autónak a vetítési képét jól lássátok, hogy mennyire eltérőek a fényszórók, ami sokkal fontosabb az ebből az autóból az új fényszóróknak, hogy milyen a vetítési képe. Nem kell nagyon sasszeműnek lenni ahhoz, hogy kiszúrjuk, hogy nagyon exakt, szinte kockákból, vagy mondjak egy másik szót, mátrixokból épül föl az új fényszórónak a vetítési képe. Szóval szinte biztos vagyok benne, hogy ez bizony egy mátrix fényszóró. Hogy miért nem reklámozza ezt a Tesla? Nagyon egyszerű, hogyha belegondoltok, hogy hogyan oldotta meg a Tesla a korábbi dolgokat, legyen szó táblafelismerésről, vagy éppen az automata ablaktörlőről, mind a kettőre vannak kiváló megoldások, és lehetett volna licenszelni. Elon Musk és csapata nem arról híres, hogy ezt így oldja meg. Ha már úgyis van egy nagyon nagy számítási kapacitású számítógép az autóban, ez az Autopilot Computer, ami az önvezetéshez, illetve a vezetési segédekhez szükségeltetik, akkor ugyanennek a számítási kapacitását használhatjuk egy csomó minden másra is. Ahogyan történt ez az ablaktörlőnél, és ahogy történt ez a táblafelismerésnél is, most már mind a kettőt az Autopilot Computer vezérli, és adja ki a parancsokat. Én szentül hiszem, hogy ez a fényszórónál sincsen másképp, hogy a hardware-t beépítették, ez egy mátrixos fényszóró, csak nincs meg hozzá a szoftver, mert ehhez valószínűleg már kell az Autopilot Rewrite, ami az FSD-hez is van, már Amerikában is megy, szóval, hogy onnan, amikor az ki fog kerülni az autókra, akkor hirtelen mátrix fényszóró is lesz, mert mi kell a mátrix fényszóróhoz? Föl kell ismernünk a körülöttünk lévő világot, a szembejövő forgalmat, ha utalértünk valakit, a kanyart, az esetleges gyalogosokat, bringásokat, állatokat. És hogyha végignézitek az FSD videót, akkor látjátok, hogy ez bizony már mind kiválóan megy az új AI-nak, még akkor is, hogyha bele-bele hibáz bizonyos döntési helyzetekbe, de az ő környezetének felismerése az nagyon jól megy. Innentől kezdve kiadni a parancsokat egy ilyen lámpának, hogy akkor most ezt és ezt a szegmest kapcsolod le, hiszen pontosan tudja, hogy a 3D-s virtuális képet, amit fölépített maga körül, hova esik az az objektum, amit ki kell takarni. Ez innentől már nem olyan nagy meló, nem valószínűleg vannak nagyobb prioritású feladatok, ám ennek az újraírt Autopilot szoftvernek a széleskörű kirillizelése vagy átadása felhasználóknak még várat magára, úgyhogy ezért nem reklamázza a Tesla azt, hogy ez bizony mátrix fényszóró. Valószínűleg Elon Musk már túl sokszor ígért olyanokat sokkal hamarabb, mint hogy elkészüljön, ezért nem szeretné többet megégetni magát, és inkább azkor szól, amikor már kész van, hogy ó, és jött még egy frissítés. Tudtátok, hogy egy fél éve gyártott autóban már mátrix fényszórós hardware van? Hát most elkészültünk a szoftverrel, íme használjátok. Ugyanígy lehetséges, hogy ebben az autóban, hiszen ez egy kínai gyártású, félig faceliftes modell, mert már az új kormány tartalmazza az új recés fémgombokkal, illetve az új lámpákkal, bár belül a konzol még más, még a régi, és nincsen még hőszivattyús, és szóval ez egy ilyen köztes modell, úgyhogy
elég nagy eséllyel lesz benne fűtött kormány is, hiszen január elején jelentette be a Tesla pár napja, hogy most már a fűtött kormány is elérhető, és nem lennék meglepve, ha bizony az a hardware belekerült volna már a faceliftes autókba, csak a szoftver még nem állt készen hozzá, persze ez elenyésző ahhoz képest, hogy egy Matrix fényszórós dolgot hogyan kell vezérelni, de valamiért még nem engedélyezte ezt a Tesla. Persze lehet, hogy nincs igazam, lehet, hogy sok mindenben tévedek, semmi probléma, vitatkozzatok neki velem bátran, keresetek meg a kommentmezőbe, vagy nyugodtan írhattok Facebookon, és nagyon szívesen válaszolok, hogy én hogy gondolom, kifejtem, ha esetleg van még kérdésetek, de nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Ezen kívül ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és a következő videónál pedig találkozunk. Sziasztok!